A tavasz köszöntött minden esztendőben húsvét közelettével szervezik a faluház munkatársai a Napsugár óvoda helyi tagintézményének közreműködésével. A programnak elmaradhatatlan része a kézműves foglalkozás, ahol idén kerámia tojásból készítettek ünnepi díszt, emellett többféle ablakdíszt és bárányos tojást tartót. Az ötleteket több forrásból merítik a szervezők. Internetről, újságokból, kutfőből, óvodásoktól, tehát ahonnan csak látjuk, hogy egyszerű, gyorsan elkészíthető, a gyerekeknek ez fontos, hogy gyorsan és szépet tudjon elkészíteni. A kézműves foglalkozásokat megelőzően az óvodások adtak tavasz köszöntő tavaszváró műsort. A kicsik kedves dalokkal, körjátékkal készültek az alkalomra. A Dunakömlődi tagovodában a tavaszról, húsvétról, nem csak a közös délutánra készülve beszélgettek a gyerekekkel. Díszítettünk ki fújtojást, kis csibéket készítettünk belőle, aztán színezőlapokat, húsvéti könyveket nézegettünk, a népszokásokról beszélgettünk, a locsolkodásról. A műsornak az óvodások fellépésével még nem volt vége. Halász Tisza Veronika és Gyulai István, a Paksi Kulturális Központ munkatársai színre léptek dallal, verssel, majd egy tréfás a húsvéti locsolás hagyományát idéző jelenet erejéig a faluház vezetője is csatlakozott hozzájuk. A rendezvénynek hagyományos eleme a tojáskeresés is, ami idén a hó miatt elmaradt, de ez nem szegte senki kedvét, és sokan részt vettek a délutánon.